Az úthasználati díj kifizetésének elmulasztásáért járó bírság elévülési idejét lerövidítő törvénymódosítást fogadott el a képviselőház. Ezután a közúti infrastruktúráért felelős társaságnak 4 hónapon belül értesítenie kell a szabálysértő autósta kihágásról. Ilyen kamerákkal ellenőrzik, hogy rendelkeznek-e az országutakon közlekedő autók érvényes utadóval. A közúti infrastruktúráért felelős társaságnak 8 hónap állt a rendelkezésére a kihágás megállapítására, illetve a bírságolási jegyzőkönyv kézbesítésére. De sok esetben akár 12 hónapra is szükség volt. A sofőrök szerint a határidők indokolatlanul hosszúak. Azt a kamera megfogta, lefilmezték, rögtön már a gyorspostán lehetne is küldeni az embernek, hogy kapja meg, nem, hogy most vajon megfogtak, nem fogtak meg, hogy van, reszketjen az ember. 30 napon belül ki kéne tudják deríteni, hogy valaki úgy közlekedett, és egy levél 15 napon belül meg kéne érkezzen. Itt már Márton Árpád képviselő számszerűsíti a lehetőségeket a parlament folyosóján. Az RMDSZ-es parlamenti képviselő törvénymódosítási javaslatot iktatott az úthasználati díj kifizetésének elmulasztásáért járó bírság ügyében, amelyet módosításokkal ugyan, de elfogadott az alsóház plénuma. Gyakorlatilag is ezt kell tudni, hogy ha valaki a cselekedet elkövetésétől számított 4 hónapon belül nem kapja meg ezt az értesítést, akkor elévül a büntetése. Az RMDSZ-es képviselő a tervezetébe belefoglalta azt is, hogy a büntetésről szóló jegyzőkönyvhöz mellékelni kell azt a dátumozott fényképet, amely alapján a szabálysértést megállapították. Ezt a javaslatát végül elutasította a honatyák többsége.